Aki elmegy a református nagy templom előtt, láthatja, hogy munkálatok zajlanak. Arról, hogy mi történik pontosan, Koncz Tibor esperest kérdeztük. A Tisza-tavi templomok útján megyei toppos pályázat keretén belül fejlesztés történik az épületnél. Egy régi elvárás realizálódik a sikeres pályázatnak köszönhetően, meg lesz világítva a templom. Amit látnak a kedves nézők és amit tapasztaltak, hogy vannak ásások és kábel fölállások, azok arra valók, hogy ennek a pályázatnak a keretén belül egy díszvilágítást is kapjon a templom. Kandelláberek lesznek 2,5 méter magasságban, és tulajdonképpen a templom testet fogják megvilágítani körbe. És van egy érdekesség, én nagyon remélem, hogy ez a gondolat, ez megvalósítható, hiszen nyilván úgy lett a pályázat eleve kiírva, és úgy lett a pályázat kitalálva, hogy ebben a mi gondolatunk realizálódott. És az volt az egyik ötletünk, hogy különösen is a nemzeti ünnepeken a templomnak az északi, tehát a torony részét az nemzeti színű fényekkel világíthassuk meg. Úgyhogy remélem ez egy unikális dolog lesz, és ezt a környéken nagyon-nagyon fogják értékelni, hát a helyiek pedig büszkék lesznek rá, hogy ilyen belvárosi templomuk van, az ősi nagy templom, hogy a nemzeti ünnepeken nemzeti színben pompázik, legalábbis a torony rész, a toronytest. Először a tervek szerint október 23-án lesz látható. Nagy valószínűséggel, hogy október 23-ára pedig már, amikor azért hamarabb lehet élvezni, akkor már be tudjuk kapcsolni, hiszen most a megvalósításnak az a szakasza érkezik, hogy le kell gyártani a kandellábereket, és föl kell állítani, nyilván lesz egy műszaki átadás, én azt gondolom, hogy ez addigra bőséggel meg lesz. A templomban a megszokott augusztus 20-ai ünnepi alkalmakon túl Koppány Mária előadó művész ingyenes orgona koncertje lesz augusztus 23-án, vasárnap 17 órától kiváló művekkel. Szeptember elején pedig Rákász Gergely ad ingyenes koncertet. Az első, ami természetesen a megszokott ünnepi alkalmakon túl, egy orgona hangverseny lesz, ahol Koppány Mária előadó művész fog majd egy ingyenes koncertet adni itt a nagy templomban, és az orgona hangverseny az 23-án vasárnap 17 órától kezdődik. Kiváló művek, nagyszerű lehetőség ez nekünk, hogy egy kicsit hozzákapcsolódjunk, hozzátegyünk valamit a kulturális élethez, ami itt Karcagon amúgy is magas szintű. És természetesen ez annyiban fog majd folytatódni, hogy szeptember elején majd lesz erről híradás, lesz egy Rákász Gergely koncert, az is ingyenes, úgyhogy itt lesz most hirtelen program, de természetesen mindvégig azzal vagyunk, amit így mondanak, hogy Deo volente, ha Isten akarja, és élünk. Azaz, ha nem lesz valami különleges helyzet, úgyhogy ezeket így tartjuk evidenciában, hogy mi megtesszük mindazt, ami emberileg megtehető, de hogyha valami változás van, akkor értelemszerűen alkalmazkodni fogunk, legfeljebb egy későbbi időpontra áttoljuk.